Sötét és üres a szekszárdi városi sportcsarnok, néhány napon belül azonban élettel telik meg a létesítmény. Itt rendezik meg ugyanis a 2020-21-es női kosárlabda Európa Kupa 4-es elődöntőjét április 9-e és 11-e között. Így döntött a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség. Az ügy előzménye, hogy az atomerőmű KSC Szekszárd legyőzte a török csapatot néhány nappal ezelőtt, így egyedüli magyarországi csapatként bejutott az Európa Kupa legjobb 4 csapata közé. Szalai Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke azt mondta, az előbbi győzelem is hozzájárult ahhoz, hogy Szekszárd mellett döntött a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség. Hozzátette, a szervezet kifejezetten örült a szekszárdi jelentkezésnek, mivel a korábbi Final Fournak, valamint a korábban a női Európa bajnokságnak köszönhetően magas szintre került Magyarország megítélése. A FIBA nagyon magasra értékelte a magyar rendezési színvonalat, és hát így aztán, amikor a szekszárdi rendezési gondolat előtérbe került, akkor azonban nem kellett tudatkozni, hogy az európai országok közül az egyik, hanem a legjobb rendező az Magyarország. A csapatok tehát úgynevezett buborékban lesznek majd a torna ideje alatt. Ez azt jelenti, hogy a szállodán és a sportcsarnokon kívül máshova nem mehetnek a játékosok és a személyzet. Ezen kívül folyamatosan tesztelni fogják a sportolókat koronavírusra, és a sportcsarnok fertőtlenítése is folyamatosan zajlik majd. Szabó Noémi, a csapat szakmai igazgatója azt mondja, büszke arra, hogy a Tolnai megye széken nyerte meg a rendezés jogát, így Európán belül is ismerté válik Szekszárd. Hozzátette, ez hatalmas feladat és felelősség is. Gőzerővel dolgozik a szervezőbizottság és az elnökség a nemzetközi szabályoknak megfelelő helyszín kialakításán. Nagyon nagy meglepetés volt sportszakmai szempontból és sportdiplomáciai szempontból is, azt gondolom, hogy egy óriási siker. Az elmúlt 5 év szisztematikus munkájának az eredménye, amit a pályán belül a játékosok és Zsejko Gyokics, illetve amit azt gondolom a város vezetésével együtt, a szponzorokkal, az összes szponzorral, aki volt, aki jelenleg is van, mindenkivel együtt elértünk, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly több száz embernek a munkája. Spanyolországból, Franciaországból, Olaszországból érkeznek majd az ellenfelek a szekszárdi sportcsarnokba. A külügyminisztérium segíti a külföldi csapatok, valamint a szövetség elnökségének zökkenőmentes bejutását az országba. De a sportolók és a szakmai grénium elszállásolása is komoly logisztikát és összefogást igényel. Szabó Noémi bízik benne, hogy a támogatóik segítségével sikerül mindent megoldaniuk. Az atomerőmű KSC Szekszárd az elődöntőt az olasz csapat ellen játsza majd április 9-én.